Üdvözöllek a Tudatos Teremtés csatornán, ahol minden héten új videókkal várlak. Többet tudhatsz meg a vonzás törvényéről, spiritualitásról és önfejlesztésről. A mai videóban pedig a testhelyzet erejéről lesz szó. Azzal a legtöbben tisztában vannak, hogy az érzelmeink, a hangulatunk hatással van arra, hogy milyen a testhelyzetünk. Amikor szomorú vagy, nem érzed jól magad, esetleg nem érzed magad elég magabiztosnak, akkor összehúzod magad, a karodat keresztbe teszed magad előtt, lefele nézel, nézed a földet, minél kisebbnek szeretnél tűnni, hogy senki ne vegyen észre. Mi van akkor, hogyha nem csak az érzelmeink vannak hatással a testhelyzetünkre, hanem a testtartásunk is hatással van az érzelmeinkre? Amikor boldog vagy, amikor jól érzed magad, amikor magabiztos vagy, akkor kihúzod magad, felemeled a fejedet, és mosolyogva sétálsz az utcán. Nem pedig úgy, hogy a földet nézed folyamatosan, és lógatod az orrod. És már kutatások kimutatták azt, hogy ez így igaz. A testhelyzetnek is hatása van az érzelmekre. Ezzel a tudással legközelebb, amikor sétálsz, valahova mész, akkor figyeld meg az embereket. A legtöbben keresztbetett kézzel fognak sétálni, lefele néznek, szomorúak. A leghalványabb mosolyt nem látod az emberek 90%-ának az arcán. És ezen kívül a legtöbben nincsenek is jelen a helyzetben, mert a telefonjukat bámulva sétálnak. Az a testhelyzet, amiben ilyenkor kerülünk, amikor előre esnek a vállak és összehúzzuk magunkat. Ha valakire ránézel, akinek ilyen a testtartás, akkor mi fog róla eszedbe jutni? A depresszió, a szomorúság, az önbizalom hiány. Akkor mi lenne, hogy egy kicsit megfordítanád a helyzetet, és elkezdenél játszani, kihúznád magad, felemelnéd a fejedet, és a legdurvább, mosolyognál. Abban a pillanatban észreveszed a változást, ahogy ezt elkezded alkalmazni. Észre fogod venni, hogy minél többen visszamosolyognak rád, és annál jobban és jobban fogod magad érezni. Az a kihívásom számodra, hogy kezdj el odafigyelni a testhelyzetedre. Arra, hogy hogy sétálsz az utcán, arra, hogy hogy ülsz egy asztalnál. Mindig, ahogy észreveszed, hogy összegörnyednél, húzd ki magad. Játszd el, hogy magabiztos vagy, játszd el, hogy jól érzed magad, mivel a testtartásodnak hatása lesz a hangulatodra. Javulni fog a hangulatod, jobban fogod magad érezni. Mit veszíthetsz vele, hogyha ezt kipróbálod? Addig játsz, addig végezd ezt, ameddig nem válik természetessé. Észre fogod venni, hogy milyen hatalmas erő lakozik abba, csupán, hogy milyen a testtartásod. Ezen kívül van még egy fontos dolog. Amikor valaki nyer, vagy valaki nagyon boldog, amikor a gyerekek izgatottak, milyen testtartást vesznek fel? Felemelik a keziket, és boldogok, mosolyognak. Ezt is próbáld ki. Reggel, kelj fel, menj a tükör elé, és 2 percig emeld fel a kezed a magasba, és mosolyogj. Nézd magad így, közben koncentrálj a légzésedre. Lehet, hogy ez furcsán hangzik, viszont a testtartásodnak, ennek a helyzetnek hatással van az egész testedre. Amikor végeztél ezzel a 2 perccel, azt fogod észrevenni a 2 perc alatt is, hogy ez a mosoly egyre természetesebbé válik, és minél többször csinálod ezt reggelenként, annál természetesebbé válik a mosolyod, és tényleg annál jobban és jobban fogod magad érezni, és már kimutatták, hogy ennek a 2 percnek ebbe a helyzetbe is hatalmas ereje van arra, hogy megváltozzon az, ahogy érzed magad, megváltozzon a hangulatod, úgyhogy ne hagyd ki! Csupán 2 perc, nem veszíthetsz vele semmit. Amikor végeztél ezzel a 2 perccel, akkor ülj le és meditálj. Figyeld meg azt, hogy milyen érzéseket keltett benned ez az előző 2 perc, hogy hogyan érzed magad. Kezd el ezt ma, és 2 hét múlva gyere vissza ehhez a videóhoz, és írd le, hogy milyen változásokat vettél észre. Akárhányszor észreveszed, hogy összegörnyednél, hogy a telefonodat nyomkodva sétálnál az utcán, hogy lefele lógatnád a fejedet, húzd ki magad, legyél büszke, sétálj úgy az utcán, hogy tényleg azt lássa mindenki, hogy te jól érzed magad a bőrödbe. Még akkor is, hogyha ezzel most csak színészkedsz, de ez fog a természetes állapotoddá válni. Addig játszd, ameddig nem válik valósággá. És erre igazán hatásos módszer az, hogyha a testtartásodra odafigyelsz. Ennyi volt már ez a videó, nagyon remélem, hogy tetszett, és mindenképpen próbáld ki ezt a módszert, a következő videóig pedig sikeres teremtést kívánok!